Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A szerelem kertje. Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Mirjen számára. Kedves Mirjen, üdvözöllek téged. A kérdésed az, hogyan tovább, mik az ő tervei. Ezt megnézzük a szerelem kertjében. Itt van egy park. Ebben a parkban egy szerelmes pár. Ez a hölgy téged szimbolizál, és ez a férfi őt szimbolizálja. Először is megtekintjük a te érzelmeidet. Itt van egy istennő, a szerelem istennője, és átnyújtja ezt a lángoló szívet. Te szerelmes vagy. Neked szerencséd lesz a szerelem területén. Most megnézzük az ő érzelmeit. Itt vannak a halak. A halaknak több jelentése is van. Mutat anyagi dolgokra is, de a lelki kapcsolatra is. Itt értékekről van szó. Mély érzésekről. Most bepillantunk a ti gondolataitokba. Először megnézzük azt, hogy te mire gondolsz. Itt ez a róka azt jelenti, hogy te másképp látod a dolgokat. A te gondolataid olyanok, mint például ebből úgysem lesz semmi, ő nem szeret engem, talán van valakije, és ezek a gondolatok nem tesznek jót neked. Erre utal ez a róka, tehát vigyázz a gondolataidra. És most megtekintjük azt, hogy mi foglalkoztatja őt. Itt vannak a házak, az mutatja az ő otthonát, a családi helyzetét, azt is, hogy ő védelmet tud nyújtani, vagy keres egy otthont. Szüksége van egy új otthonra. Most megtekintjük azt, hogy mi befolyásol benneteket, vagy ki befolyásol titeket. Te kérdezted, hogy mi lesz a fiaddal. Itt a választ megadja ez a virágcsokor, és ez szerencsét hoz, mutat egy hölgyet, lesz neki párkapcsolata, mégpedig jövő év tavaszán. Most megtekintjük azt, hogy milyen kapcsolata van neki. Itt megjelenik a kígyó. A kígyó gyakran egy hölgyet jelent. Az lehet egy párkapcsolat, vagy valaki a múltból. Mivel itt a ház is látható, és utal a családi kapcsolatokra, az lehet, hogy ez a kígyó valaki a családból, az anyukája, vagy rokon, a testvére is lehet. És most megtekintjük azt, hogyan tovább, mi történik nálad a következő hetekben, hónapokban. Itt beszélgetésekről lesz szó, tehát ő felveszi veled a kapcsolatot. Ő szeretne közölni veled valamit, vagy te akarsz neki valamit mondani. És mit fog ő tenni? Ezt mutatja itt ez a hölgy. A kezében van egy kulcs, erre kell odafigyelni. Ezzel a kulcssal le lehet valamit zárni, ezzel a kulcssal ki lehet valamit nyitni. Ő lezárja a múltját, és kinyit egy új kaput, és ez a jövő. Ő nyitott lesz veled kapcsolatban. Ebben a parkban van egy forrás, és ez a forrás mutat egy irányt. Ez a jövő. És mi a jövőtök? Ez a kislány tart a kezében egy 4 levelű lóhert, és az szerencsét hoz. A kislány szimbolizál egy új kezdetet is. Lesz nálatok egy új kezdet. Most megkérdezem az ingát. Érdeklődik ő irántad?
szeretne veled egy párkapcsolatot kialakítani, igen, nem, vagy minden olyan bizonytalan. Amennyiben az inga jobbra fordul ki, az azt jelenti, igen, ő nyitott egy párkapcsolatra, amennyiben az inga balra fordul ki, az azt jelenti, ő nem szeretne egy párkapcsolatot kialakítani, és ha az inga megáll, az arra utal, itt megállnak az események, nem történik semmi, és minden olyan bizonytalan. Az inga kimozdult jobbra. Az azt jelenti, hogy ő nyitott veled egy párkapcsolatot kialakítani. Aztán mindig megáll. Ez arra utal, hogy ő hajlamos arra, hogy visszahúzódjon, vagy te húzódsz vissza. Mindig van egy kis idő köztetek, amikor nincs kapcsolat. De ő újra jön és újra jön, a lehetőség megvan arra, hogy kialakítsatok egy pár kapcsolatot. Kedves Mirien, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy megbíztál bennem, kívánok minden jót, és nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!